Látványos kísérletek, terepasztal és érdekes előadások is voltak csütörtökön a Miskolci Egyetem nyílt napján. Középiskolás diákokat és szüleiket várták a pályaválasztást segítő programra. A kampusz célja a rendezvényel az, hogy a végzős középiskolások a továbbtanulás mellett döntsenek, válasszák a Miskolci Egyetemet és megismerkedjenek a karok képzéseivel. Pénteken is nyílt napra várják az érdeklődőket. Amit itt láthatunk magunk előtt, ez egy picike terepasztal a mai olajipar kitermelési formáiról. Itt kettő kitermelési formát láthatunk, először is egy mobil szivattyús kutat. A diákok ennél a terepasztalnál a műszaki földtudományi kar sajátosságaiba nyerhettek betekintést. Hát egy védőnőnek itt a magzati életkorral kapcsolatban bármelyik szakunknak nagyon nagy segítséget nyújt a csontváz teljes ismerete, illetve hát plusz promótermékekért megnézzük, mennyire okosak a leendő hallgatóink és az agyat össze tudják-e tenni. Az egészségtudományi kar sátránál a hallgatók azokat az eszközöket mutatták be, amelyek segítik a gyakorlati felkészülésüket. A nyílt napra olyan sokan voltak kíváncsiak, hogy nem csak az aula, hanem az előadók is megteltek középiskolás érdeklődőkkel, akik inkább a humán tantárgyak iránt érdeklődtek, előadásokon vehettek részt. Állam és jogtudományi kar iránt érdeklődök már általános iskola óta, és azért jönnék Miskolcra, mert helyileg közelebb van, még Debrecen áll fent esetleg, de Miskolc mégiscsak jobban a szívemhez nőtt. És természetesen nem maradtak el a látványos kísérletek sem. Pipettával a két oldatból felszívok, és olyan leszek, mint egy helyszínelő. A tovább tanulni vágyók számára nagyon fontos ez a nap, mert amellett, hogy megismerkedhetnek a szakokkal és érdekes dolgokat láthatnak, beszélgethetnek a már kampuszra járó hallgatókkal is saját tapasztalataikról. Nagyon érdekes dolgokat tanulunk, illetve nagyon hát az emberiség számára hasznos dolgokat. Például olyat, hogy akit érdekel a gyógyszerészet, az utána mehet gyógyszerkémia szakirányba, vagy lehet nanorészecskékkel, illetve nanoanyagokkal foglalkozni, nekem is például egy ilyen témám van. Lehet még például iparban dolgozni, illetve ipari katalizátorokat fejleszteni, ami szintén egy hasznos és érdekes ága ennek a szaknak. A Miskolci Egyetem nyílt napja a továbbtanulásról és a szakok bemutatásáról szól elsősorban. De nagyon fontos a közösségépítés is, amire ezúttal is nagy hangsúlyt fektettek. Ki ide jön, tényleg családot talál magának, egy szélesebb családot, ami igazából barátokból áll. Úgyhogy én ezért, ez az egyik ok, amiért mindenképpen ajánlom a Miskolci Egyetemet a hallgatóknak, a másik pedig az a szakmai fejlődési lehetőség, amiben gyakorlatilag a Miskolci Egyetemen nincsen korlát. A Miskolci Egyetem szinte egyedülállóan nagyon széles skálán várja a hallgatók jelentkezését. A kampusz 8 karán a műszaki területek mellett a társadalomtudományi, egészségtudományi és művészeti képzésekre is várják a leendő első éves hallgatókat.